Sziasztok, Bence Balázs vagyok, és a mostani videóban befektetési csapdákról, megtakarítási hibákról fog beszélni, amelyeket te követhetsz el. Amennyiben van megtakarításod vagy lesz, akkor ez a videó neked szól, vagyis lényegében mindenkinek. A kalamajka, amelynek apropóján ez a videó készült, az, hogy a lakossági állampapírok után relatíve magas hozamot lehet elérni, és ez számos klasszikus megtakarítási formát a szakadék szélére sodort, bár lehet, hogy ezek oda is valók különben, vagyis a szakadékba. Kezdjük akkor az utazásunkat a nyugdíjcélú megtakarításokkal. Ha nyugdíjcélú befektetésről beszélek, akkor logikus, hogy valami olyasmire gondolsz, aminek nyugdíj van a nevébe, és van is ilyen, a nyugdíjbiztosítás és például az önkéntes nyugdíjpénztár. Hát a nyugdíjbiztosítás, mint befektetési termék szerintem olyan, mint egy torokgyulladás, jobb messzire elkerülni, ennél szinte biztosan csak jobbat fogsz találni, ugyanis az esetek döntő többségében eszméletlenül magas költségek mellett ketyeg ezzel szembe az önkéntes nyugdíjpénztár az egészen eddig egész jól szuperált, ám itt is változások történtek, ugye hát erről fogunk beszélni az elkövetkezőkben. Mi az, ami változott? Hát az, hogy te, mint lakossági szereplő, sokkal magasabb hozam mellett tudsz állampapírt venni, mint a külföldi vagy belföldi intézményi szereplők. A legutóbbi szeptemberi aukció során az 5 éves magyar állampapír hozam az 1,07% volt, a 10 évesé meg 2,05. Amikor ezt a videót csinálom, akkor az amerikai 10 éves államkötvény hozama az cirka 1,8%. Amerika 1,8, Magyarország 2,05. Most ez nem azt jelenti, hogy juhé gyerekek, utolértük Amerikát, hanem hát lényegében megmagyarázza azt, hogy miért ilyen gyenge a forint. De a lényeg az, hogy az általad megvásárolható magyar állampapír plusznak, annak 4,95%-a hozam a prémium magyar államkötvénynek 4,5, tehát te majdnem 5-ször annyi hozammal tudsz szert tenni, amennyiben egy 5 éves papírról beszélünk, mint azt az intézményi szereplők tehetik meg, ez egy nagy előny, amit ki is tudsz használni, és ki is kell használni. Amúgy különben szerintem per pillanat, hogyha a kockázatmentes megtakarításokat nézzük, hangsúlyozom a kockázatmentes megtakarításokat, akkor figyelembe véve a reál hozamot, az inflációt, a forint gyengülését, de úgyszintén figyelembe véve az adókat, meg az egyéb költségeket, akkor ez az állampapír plusz, meg a prémium magyar államkötvény az egy ilyen mindent verő befektetés, ennél jobbat nem tudok, hangsúlyozom a kockázatmentes kategóriába. Mi az oka annak, hogy te ilyen sok pénzt kapsz, még az intézményi szereplők azok relatíve keveset? Hát egyrésztről a nemzetközi klíma olyan, hogy továbbra is nagy a likviditás a piacokon, az európai, meg az amerikai jegybank kamatpolitikája az lehetővé teszi Magyarország számára, hogy ilyen alacsony kamatszintek mellett is el tudjuk sózni az állampapírokat. A lakossági meg miért magasabb? Hát azért, mert állambácsi számára a lakosság a legkedvesebb hitelezője az államadósságnak, ugyanis mi jóban, rosszban kitartunk az állambácsi mellett, még ezek az intézményi szereplők, ezek átvonulnak simán egy másik országba, hogyha mondjuk jobbak a hozamok. Valamint hát ugye egy kicsit elkezdett már emelkedni az infláció, és ez a magasabb kamat, ez ösztönzi a megtakarításokat, és hogyha nem konzumálsz, nem vásárolsz, akkor ez ugye az emelkedő infláció ellen hat. Számunkra most az a lényeg, hogy előbb elhangzottak, az egész magyar befektetési szektort az komoly kihívás elé állítják, és számos olyan befektetési termék van, amely neked, mint ügyfélnek, már bizony kevésbé vonzó, és ezeket szerintem el kell kerülni. Kezdjük az utazás, mondjuk a nyugdíjcélú megtakarításokkal, nézzük az önkéntes nyugdíjpénztárakat. Ez különben az Egon nyugdíjpénztár néhány termékén keresztül fogom bemutatni. Ennek az az oka, hogy az ABC belül vannak nagyok, és ők jutottak először az eszembe, mondjuk a égvilágon semmi ellenőrzés nincsen bennem a cég iránt. Amennyiben megnézed ezeket a nyugdíjportfóliókat, akkor dominál a kék szín, amely a különböző kötvényeket jelenti, ez alatt magyar és nemzetközi állampapírokat, valamint vállalati kötvényeket, meg különböző pénzügyi termékeket értsél. Azt is láthatod, hogy a legutolsó portfólió, ugye a legbelevállalósabb, a legtökösebb, az 50% részvényhányaddal rendelkezik. Hát hogyha mondjuk így Amerikában azt mondom, hogy egy 50%-os részvény kitettség az tökös, akkor körbe röhögnek, mert ott 60%-ról indulnak, mármint 60% részvény, 40% állampapír, és simán elmennek 80% részvényig. Ugye a nyugdíjcélú megtakarítás azért ez hosszú távú, 30 vagy akár 40 évre is szól, hát ilyen időtávra én személy szerint simán a 80%-os részvényarányt javaslom, legalábbis mondjuk a saját magam szempontjából. Bár nekem már nincsen 40 évem, akkor már a
kaporsóba leszek. Az önkéntes nyugdíjpénztárak, amiben a múltban egész jó hozamokat értek el, 2018 az veszteséges év volt nekik, de 2019-ben rájuk mosolygott a szerencse, és az első fél évben, köszönhetően a csökkenő nemzetközi hozamkörnyezetnek, volt olyan, amelyik 5% feletti hozamot is érte el. Ugye, amikor csökkennek a hozamok, akkor az állampapír árfolyama az emelkedik, ez volt, ami megdobta a hozamokat. De ugye a jövőbe tekintünk, már pedig ugye nekünk nem az a dolgunk, hogy a múltba vájkáljunk, akkor az egyértelműen látszik, hogy amit így régen csináltak, az nem fog működni, hogy telepakolják a portfóliót magyar államkötvényekkel, az ügyfelekre rávágnak mindenféle költséget, aztán hátra dőlnek, és így számolják a pénzt, és nézik a hozamot, és örülnek. Most ennél sokkal többet kell tenniük. Itt van például ez a legalsó Megatrend portfólió, amely 50%-os részvénysúlyjal rendelkezik. Tételezzük fel, hogy valami hasonlót akar saját magadnak összelegózni. Ugye a kötvény lábát, azt tök egyszerűen megcsinálod, veszel lakossági magyar államkötvényt, és a 4,95%-os átlagos hozammal marha boldog vagy. A magának a nyugdíjpénztári portfólióban, különben ugye a részvénylábát nézzük, akkor ilyen környezettudatossággal kapcsolatos részvények vannak benne, de mi mondjuk így lőjünk ilyen globál tőkepiaci indexekre. Ugye ezt megoldhatod úgy, hogy olyan befektetési alapokat vagy ETF-eket vásárolsz, amelyeken nemzetközi piacokra lőnek. De hát ugye konkrétan melyiket választhat ki a sok közül? Hát itt is kérjük a segítségét a mágikus mágusnak, az Egonnak. Jó hír, hogy van nekik egy Megatrend nevű befektetési alapjuk is. Úgy látszik, ez a Megatrend név, ez nagyon bejött nekik. Tehát ugye, hogyha Megatrend portfóliót másolunk, akkor használjuk a Megatrend alapot, nem ez így adja magát. Ez a Megatrend különben egy alapok alapja, vagyis más befektetési alapokba, ETF-ekbe fektet, és egy MSCI nemzetközi indexet követ, amelyet nem tudok kimondani, de ott van a neve. A sors fintora, hogy ugye ezt a indexet követi, több tőzsdére vezetett befektetési alap, ETF is. Ezeket az ETF-eket egy gombnyomással meg tudod vásárolni. Egy ilyen ETF-nek a költsége 0,6% évente, ezek különben még így a drágább ETF-ek közé tartoznak. Míg az Egonos Megatrend alapnak az éves költsége az 1,5%. Hát igen, ezek azok az esetek, amikor azért erősen megkérdőjeleződhet benned, hogy mi a hozzáadott értéke így a befektetési szektornak. Szóval, hogyha te magad legúzod össze a terméket, akkor ugye önmagában a állampapírlábnak köszönhetően véletlenül hosszú távon magasabb hozamod lesz, és mindezt sokkal alacsonyabb költségek mellett tudod elérni. Ugye amennyiben állampapírt veszel a magyar államkincstárnál, akkor ott 0% a számlavezetési díj, nincsen semmi költség, az ETF-eknek meg mondjuk egy 0,3-0,6% közötti a költsége. Ezzel szemben ugye az önkéntes nyugdíjpénztáraknak is van mindenféle költségük, igaz, különben úgy összességében így magyar viszonylatban ezek még így olcsó termékeknek számítanak. Ami a nyugdíjpénztárak költségeit illeti, van ugye általában egy számlavezetési díj, az éves befizetéseket megsarcolják, mondjuk egy ilyen 20 000 forintos havi befizetés esetén ilyen 5 vagy kicsivel 5%-ot meghaladó költséget vágnak rá, de ugye ez csak az adott évi befizetésre vonatkozik. Aztán meg van egy ilyen állománykezelési díj, amely ilyen 0,5% környékén van, hogyha a teljes összes költséget nézzük, akkor ezek is így 1% alatt vannak, tehát ezek az önkéntes nyugdíjpénztárak, így ha a költségtényezőt nézzük, akkor ugye a költség hatékonyabb befektetési termékek közé sorolhatók a magyar piacon, de hát te tudsz ennél olcsóbbat, mint azt az előbb láthattuk. Összességében, ami az önkéntes nyugdíjpénztárakat illet, én pénzt beléjük most semmit nem tennék. Szerintem a szektornak azért kicsit át kell alakulnia, változnia kell, sokkal nagyobb részvénysúlyt kéne beletenni a portfóliókba az én világom szerint, valamint ugye a kötvénylábat, azt mindenféle vállalati kötvényekkel megturbózni, amennyiben versenyképesek szeretnének lenni. Most mondhatod erre, hogy megőrültél az önkéntes nyugdíjpénztárak esetén, a befizetett összeg 20%-a, maximum 130 ezer forint adójoválás formájában visszakapható, plusz még a munkáltató is befizetett. Megmondom őszintén, én ezeket az adójóvárásos dolgokat nem szeretem. Egy nagyon hosszú, kitartó kapcsolatot feltételez közted, meg a mindenkori állambácsi között, ugyanis ugye nyugdíj célú kifizetés lehet az a pénz, amit majd
egyszer 30-40 év múlva felveszel, addig még nagyon sok minden történhet. Ki az, aki garantálni tudja neked, hogy 5 vagy 10 év múlva ugyanúgy lesz még adójóváírás 130 ezer forint, vagy hogy nem fog jönni valami más pénzügyi termék, ami sokkal tutibb és felborítja az asztalt, és már nem lesz olyan szép, meg nem lesz olyan jó az önkéntes nyugdíjpénztár, mint ahogy ez most történt. Hát senki. Amennyiben különben te saját magad intézed a dolgokat, akkor ott a nyugdíjtakarékossági számla, tehát adójóváírást ott is igénybe vehetsz, de különben nincs saját magam szempontjából az úgy szintén hosszú távú megtakarítást támogató, tartó befektetési számlát a sokkal jobban szeretem. Térjünk akkor át a befektetési alapokra, amelyeket már így említettünk a megatrend kapcsán. Köszönhetően az új állampapíroknak az elmúlt hónapokban 100 milliárdokat talicskáztak ki a befektetők a magyar alapkezelőktől, és én ezt így meg is tudom érteni, ugyanis a magyar befektetési alapok azok nagyon magas éves díjak mellett dolgoznak, egy ilyen 1 vagy inkább 1,5%, és alapvetően így a teljesítményük ezeket a költségeket az abszolút nem kompenzálja. Az teljesen oké és érthető számomra, meg így videóban már többször elmondtam, hogy a aktívan kezelt befektetési alapok esetében általában hosszú távon az alapoknak a hozama az nem éri el magának a piacnak a hozamát, piaci hozam alatt mondjuk most itt értsük az S&P 500 tőzsdeindexet. Amikor ezt a videót csinálom szeptember 18-án, akkor megnéztem a Bamos oldalán elérhető vagy 900 valahány befektetési alapot, hogy hány olyan magyar alap van, amely az elmúlt 10 évben jobb eredményt ért el, mint maga a csodálatos S&P 500 amerikai tőzsdeindex, hát 2 ilyet találtam, az egyik az OTP Supra, a másik meg a Big George, amely egy ingatlan alap, igazából nem tartozik a részvényekhez, de mindegy, tegyük most őt is ebbe a kalapba. Sőt, amennyiben az elmúlt 5 évet néztem, és arra voltam kíváncsi, hogy az elmúlt 5 évben hány alap ért el jobb teljesítményt, mint az állampapír plusznak a 4,95%-os hozama, akkor ezek az abszolút hozamú származhatott meg részvényes alapoknak úgy legalább a 2/3 az alatta volt, tehát nem érte el az állampapír plusz hozamát, hogy ezek után eléggé meg tudom érteni, hogy sokan azt mondják, hogy jó van gyerekek, akkor megyek inkább az állampapír pluszhoz. Az előzőek kapcsán a magyar befektetési szektorból többen felsikolhatnak, hogy te ember, mit képzelsz, hogyan mérheted az én befektetési alapomat az amerikai S&P 500 tőzsdeindexhez, amikor én mindenféle közép-kelet-európai régiós indexhez mérem magamat. Különben szerintem ez a régiós szemlélet, ez a magyar befektetői szakma egyik rákfenéje, szerintem így a globális szemléletmódnak azért sokkal erőteljesebbnek kellene lennie. Ennek ugye több oka van, az egyik az, hogyha te mondjuk OTP-t, MOL-t elemzel, akkor csak ugyan sokkal több értelme van azt a régiós versenytársakkal összevetni, mint az amerikai vagy ázsiai mogulokkal, valamint amikor 30-35 éve ez az egész tőzsdézés elindult, akkor ugye amikor idejöttek a külföldi bankok, befektetési bankok, akkor ide tették az elemzőket, és ugye a lokáció alapján azt mondták, hogy jó van gyerekek, akkor itt Magyarországot, meg a környező országokat, a régiót, és ez így a környékbeli feltörekvő piacokat vizsgáljátok, aztán így a elemzők ezt így továbbadták az újonnan érkezőknek, és egy kicsit ez így rajtunk maradt. És hát mondjuk azt, hogy mit történik így az ázsiai egyedi részvényekkel, Nyugat-Európával, Amerikával, az így kicsit kívülesik nagyon sokszor szerintem a látószögükből. Ugye ennek az is az oka, hogy azért úgy egy fenékkel nem lehet 100-200-300 lovat megülni. Ugye Magyarország, kicsi piac, alapvetően az embereknek nem nagyon van megtakarításuk sajnos, még ehhez képest relatíve sok befektetési alapkezelő van. Ugye általában egy alapnak van egy alapkezelője, aki úgy eldönt mindent. Hát most nem várható el egy embertől, hogy az egész világot így globálisan átlássa, ebből kifejezőleg általában ilyen makroszemlélettel közelítik meg a dolgokat, és így országokra, régiókra fókuszálnak, és így a kötvénypiacon keresztül lovagolják meg nagyon sokan a különböző eseményeket. Még ugye ezzel szemben mondjuk Amerikában az óriási hedge fundoknál ott több 100 vagy akár 1000 ember dolgozik, és hogyha Ray Dalio-nak vagy Warren Buffett-nek információra van szüksége mondjuk a dél-koreai technológiai cégekről, akkor odaugrik hozzájuk 3 ember, akik
PhD diplomával rendelkeznek, és az elmúlt 3 évben ezeket kutatták, és ellátják őket információval. Hát egy magyar alapkezelőnek ilyen luxusba véletlenül soha nem lesz része. Én különben egy érzőszívű ember vagyok, és megértem az alapkezelői szektor hasfájását, de mint ügyfél, különösebben nem érdekel. Amúgy különben te, mint magánszemély, véletlenül ugyanúgy nem tud átlátni a teljes piacokat, ebből kifolyólag szerintem magánszemély számára a legjobb befektetői döntés, hogyha a részvénypiacra fektetsz be, és így nem akarsz egyedi részvényekkel foglalkozni, hogyha index követő, olcsó ETF-ekbe fektetsz, erről szól különben a sikeres tőzsdei vagyonépítő videókurzus. Az meg különben, hogy az S&P 500-hoz nem méri magát valaki, ez se tud érdekelni, az S&P 500 amerikai tőzsdeindex a vezérhajó. Mindenki ehhez méri magát. Ez az általános mérce a tőzsdéken, tetszik, nem tetszik. Az, hogy pedig valaki ilyen feltörekvő piaci, török, vagy még argentin kitettséggel is rendelkezik, az azt jelenti, hogy az illető alap az nagyobb kockázatot vállal, mint hogyha csak amerikai részvény lenne, ebből kifolyólag hosszú távon egy ilyen alaptól én nagyobb hozamot várok el, mint az S&P 500 tőzsdeindex. Így a befektetési alapok kapcsáni konklúzióként azt tudnám elmondani, hogy vegyes alapokat én elkerülném messzire, ugye a vegyes alap az kb. Ugyanaz, mint a nyugdíjpénztári portfólió, amiket előbb néztük. Hát így a magyar állampapírokba fektető kötvényalap az szerintem bottal se nyúlnék hozzá, és hát itt is ugye az várható, hogy azért az alapkezelői szektornak is át kell alakulnia, bizony belvállalósabbnak kell lenni, nagy részvénykitettség, határidős pozíciók, devizapozíciók, hát valahogy le kell nyomni ezeket a lakossági állampapírokat. Természetesen a nagy kockázatot vállalnak, akkor nagy lesz a volatilitás, néha becsúsznak nagy negatív hozamok, de hát valamit valamiért, ilyen a popszakma. No, ennyi fért a mostani videóba, gyerekek, remélem segített és hasznos volt, amennyiben tetszett, egy kicsit hosszú is volt, hogyha most ébredtél fel, akkor szia! Felébredés után a legjobb megnyomni a lájkot, meg a harangocskát, meg mindent, iratkozz fel a csatornára, köszönöm a Patreon rajongóknak, hogy vannak, ők is felébredhetnek, találkozunk jövő héten, sziasztok!